Lassan itt van a virághagyma szezon. De tényleg nagyon lassan, mert emellett a változó éghajlat mellett már nem igaz az, hogy az iskola végén felszedjük a virághagymákat, az iskola kezdetekor pedig visszaássuk a virághagymákat. Szeptember végén is 25 fok van napközben, este meg 15 fok, szóval ilyen időjárás mellett nem ásunk még virághagymákat, várhatunk még nyugodtan legalább egy hónapot, és majd október vége fele elkezdhetjük beásni a virághagymáinkat. Én egyébként sem a narcisz, sem a tulipánhagymákat nem szoktam felszedni, hagyom őket benne a földben. Ami érthető, ugyanis körülbelül 300 darab van elásva a kertbe, szóval egy egész hétig áshatnám őket kifelé, aztán egy egész hétig befelé. Ráadásul nem is tudnám őket hol tárolni, olyan egy modern háznál már, hogy nyári konyha nincsen, ahol el lehetne tenni úgy a virághagymákat, hogy száraz, hűvös helyen legyenek. Szóval maradnak benne a földben, viszont hogyha nincsenek ilyen extra tulipán és narcisz hagymáink, azok bizony simán át fogják vészelni azt a pár hónapot a földben, és a következő évben ugyanolyan szépek lesznek. Az a fontos, hogy várjuk meg, amíg visszaszárad a zöld részük, meg persze előtte a virágfejeket, ahogy mutattam a tavaszi videómban, vágjuk le, amikor elvirágzott, így nem fog magot hozni, hanem szépen a hagymára fog dolgozni a tulipán, a narcisz és a jácint is. Aztán meg kell várni, amíg május végéig, június közepéig az egész zöld rész visszaszárad a hagymákon, és akkor kell tőből kivágni az elszáradt zöld részeket. Így tud annyi energiát gyűjteni a hagymánk, hogy a következő évben is gyönyörű szépen kihajtson tavasszal, és újra legyen tulipán, narcisz, jácint, úgy, hogy mi nem foglalkoztunk a hagymák kiszedésével, hanem hagytuk ott, ahol vannak. Az a helyzet, hogy én virághagymák tekintetében nem vagyok egy nagy gurmi, nincsenek olyan különleges tulipánjaim, igazából meg kell, hogy valljam azt, hogy én a kertben a virágok mennyiségére megyek, úgyhogy a szupermarketes csomagokat szoktam választani. 50 hagyma, 3500 forint, és ezek, amióta benn vannak a földben, minden évben előbújnak és gyönyörű szépen virágoznak. Most össze is el fogok ültetni 100 darab narciszt, mellé 50 darab tulipánt, de tény, hogy az impulzus vásárlásaim során azért pár különleges tulipán is bekerül a csomagba. Na meg ez a fehér narcisz, valami hihetetlenül néz ki. Amiket nagyon szeretek, viszont óriási szívás, azok a díszhagymák. El is mondom, hogy miért. A díszhagymákat 2 évvel ezelőtt elültettem, tavaly gyönyörű szépek voltak tavasszal, tényleg vettem 2000 forintért a hagymának darabját, azaz igazi, ekkora fejű díszhagyma lett belőle. Erre a következő évre felszívódott az egész hagyma, és semmi nem jött elő belőle. Szóval most vettem 8 darab díszhagymát 1500 forintért, bekerülnek az új virágágyásokba, egy évig szépek lesznek, aztán jövőre ugyanúgy nem lesz semmi a helyükön. Viszont még ne ültesse senki a virághagymát, még nagyon meleg van hozzá, kell még 2-3, de inkább 4 hét, amíg olyan lesz az időjárás, hogy elkezdhetjük elásni a hagymáinkat. Ide a kiskerítés tövében narciszok és tulipánok fognak jönni, végig fogom ültetni az egész kerítéssort, a többi részen már van ültetve. Az új virágos kert részbe pedig belepróbáltam a különböző különlegesebb tulipánokat, de jövök az ültető videóval, addig veszek még hagymát, és fogunk ültetni cserébe is különböző kompozíciókat.